nem kifejezetten pergető, vagyis harcsapergető horgászmódszerre van kitalálva. Egy könnyű néhány kilós halakhoz fejlesztett horgászbottal és szerelékkel fogta ki a hatalmas harcsát néhány napja Garami Gergő. Itt a Siószeg-Szerdi szakaszán horgászott, ám kapása nem volt. Ekkor kezdte el a vizet figyelni a fiatal horgász. Leültem, körbenéztem a vizet, és egyszer csak megláttam, hogy ott az egyik bedőlt fánál valami mozog. Látom, nagy bugyborékok, forgás, mondom, rádobok. Feltettem ezt a kis gumihalat, hátha, és első dobásra megakasztottam. Az a hihetetlen erő, amit egy ekkora hal, ahogy beszippantja a műcsalit, az egy ilyen villámütés. A horgász nagyjából 40 percig fárasztotta a halat, a küzdelem végéig pedig nem is tudta, hogy pontosan mi akadt a horgára. Nagyjából másfél méterre a parttól látta meg először a hatalmas, emberméretű 162 cm, nagyjából 30-40 kilós harcsa farkát. Akkor tudatosult benne, hogy ez élete legnagyobb fogása lesz. Amíg az ember nem tapasztal ilyen erőt, ilyen irdatlan nagy természeti erőt egy élőlénybe, addig el sem tudja képzelni, hogy mennyire fárasztó és mennyire tényleg. Az jutott eszembe, hogy na, ilyen lehet egy igazi ilyen tengeri nagyhalas fárasztás. Úgyhogy tényleg elfáradtam, lesavasodott a kezem, nehéz volt. A férfi bár gyerekkora óta horgászik, szinte soha nem visz haza halat. Azt mondja, imádja a természetet és az állatokat, ezért jár ki nap mint nap a vízpartra. A mostani kapitális harcsát is visszengedte a Sióba, persze előtte azért jó pár közös képet készített.